Üdvözlünk a Vagy Mondjuk Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a 10 legjobb női Mortal Kombat harcost hoztuk el nektek. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban a legendás verekedős franchise történetének legvogányabb női harcosait nézzük meg. 10. Ashra. Igen, a 3D irában született pár gyengébb karakter, de azért szerencsére vannak kivételek. Itt van például Ashra, akinek az eredet története egészen lenyűgöző. Ő alapvetően egy démon lenne, aki a Chris nevű kardja erejével és képességeivel mégis szembeszáll Quan Chi-vel. Ashra defeated Noob Saibot and finally earned her ascension from the Netherrealm. Ashra kalandja rendesen eseménydús, különösen a Mortal Kombat Deception című játékban. Tény, hogy a dizájnja nem sikerült túl érdekesre, hiszen többet érdemelt volna egy hatalmas fehér kalapnál, de a sztoria kárpótol ezért. Persze, vannak nála érdekesebb és szórakoztatóbb karakterek, de azért ez a démon sem piskóta. Finish her! 9. Scarlet. Még a 90-es években voltak pletykák arról, hogy egy bug miatt lehetett játszani egy vörös ruhás Kitanával. Bizonyíték persze sosem volt róla, viszont egy hasonló szereplő mégis megjelent a Mortal Kombat 9-ben. Ő volt Scarlet, akit DLC-ként lehetett megvenni, és habár túl sokat, itt még nem tudtunk meg róla, de nagyon ígéretesnek bizonyult. Aztán a Mortal Kombat 11 már egy új arcot varázsolt a karakterünknek. Új támadásokkal és egy nagyon érdekes és egyben szomorú háttértörténettel bővült, amiben Shao Kahnnak is jelentős szerepe volt. Habár még eléggé új az univerzumban, de nagyon nagy potenciál van benne. Perhaps he will command me when I bind the blood code to the sands of time. 8. Sindel. Sindel nem lenne annyira bonyolult, de a készítők persze csavartak egyet rajta. Kezdetben minden csodás volt, ő Kitana édesanyja és Idénia a királynője, azonban hamar tragédiák sorozata érte. Shao Kahn lemészárolta a férjét, átvette az uralmat a világ felett, és így Sindel férje lett. Nem kellemes, de nem is annyira komplex, viszont jött a Mortal Kombat 11 és mindent a feje tetejére állított. A conqueror to unite all realms and put them at my beck and call. Most már egy velejéig romlott, manipulatív és fondorlatos gonosztevő, aki elárulta Idéniát, segédkezett a saját férje meggyilkolásában, majd összeállt Shao Kahnnal. Ha másra nem is arra tuti jó volt, hogy az egyébként is izgalmas sztorit még jobban megfűszerezze. Kitana broke my heart worst. Instead of uniting the realm, she sought to liberate them. As if the wasteland savages could ever be more than serfs. 7. Jackie Briggs. Jackie Briggs a 10. főjátékban megjelent Combat Kids csapat egyik tagja, aki egy picit redundánsnak tűnhet Takeda és Cassie után. Jax lányaként persze Jackie is örömmel használ bionikus elemeket a dizájnjában, és természetesen a kickboxos múltja is megjelenik a harci stílusában. A Mortal Kombat 11 azonban kicsit felfrissítette a karaktert, így kapott egy modernebb és izgalmasabb átgondolást. Jackie és Jax közös pillanatai nagyon hatásosra sikerültek, sőt, Takedának hála a szerelmi életesen maradt unalmas. A karakter így megkapta azt a kellő figyelmet és megbecsülést, ami sajnos a debütáló játékában nem igazán sikerült. I'm protecting everyone he'll risk his life to save. In my shoes, it's what he would do. It's what a Briggs does. 6. Shiva. Hű, hát első ránézésre azért nem szívesen ugranánk a karjaiba, pedig még választhatnánk is közülük, tekintve, hogy egy sokáról van szó. A Mortal Kombat 3-ban Shao Kahn egyik talpnyalójaként mutatkozik be, azonban később fellázad a zsarnok ellen, hogy megvédje az embereit. Shiva wins. Shiva nem állandó a játékokban, azonban mind a mai napig ő a Mortal Kombat univerzum egyik legepikusabb fizikummal rendelkező női karaktere. Nem ritka, hogy brutálisan széttapossa az ellenségeinek a fejét, és bátran kijelenthető, hogy ez a pusztító természetű kreálmány sokkal több rivaldafényt érdemelne.
My people will fight. Many will die. But I will lead us to victory. 5. Milena. Az ikonikus karakter rengeteg változtatáson ment keresztül az évtizedek során, így kétségtelen, hogy már kinőtte magát Kitán árnyékából. Milena a Shao Kahn szolgálatára létrehozott klón tökéletesen vegyíti a játékos személyiségét a féktelen szadizmusával és a brutális támadásaival. 5. Milena az újabb kiadásokban elég jelentős fejlődésen ment keresztül, sőt egy darabig ő lett Outworld uralkodója is, bár az pont nem végződött túlzottan kellemesen. És a lényeg, Milena gyors, halálos és brutális, szóval minden megvan benne, ami egy tökéletes Mortal Kombat karakterhez kell. 4. Cassie Cage. Cassie Cage a Mortal Kombat 10 főszereplőjeként lépett a tettek mezejére, a megjelenése pedig nagyon jó hatással volt a franchise-ra. Sonya Blade és Johnny Cage lányaként a jó gén nem is volt kérdés, a stílusában pedig mindkét szülőtől észrevehetünk elemeket. I'm totally you, dude. Sonya katonai tapasztalatát kombinálva Johnny humorával egy igazán frissítő és szórakoztató karaktert hozott létre Cassie személyében, akinek persze a harc sem volt akadály. A Mortal Kombat 11 jobban kihangsúlyozza a személyiségét, és azt, hogy ez a karakter sokkal több, mint a két veterán harcos fúziója. To command the next generation of special forces, we were born to defend Earthrealm. Just like the heroes that inspired me. 3. Jade. Habár a pályafutását egy szimpla, titkos bossként kezdte, azóta viszont kinőtte magát a széria egyik nélkülözhetetlen részévé. Habár több szálon is kapcsolódik Kitanához, mégis megvan az az egyénisége, ami egy zseniális harcossá és karakterré teszi őt. And what a happy childhood I enjoyed. But as I matured, I sensed that I was no ordinary child. Kronika's power dwelled within me. A szinte védjegyének nevezhető botját, a Bostafot nagyon jó móka végletekig elsajátítani. A harci stílusa a sebességet és a távolságot helyezi előtérbe, ami nagyon jól illusztrálja, hogy Kenny vágja a bérgyilkosság művészetét. Kitanulni rendesen a karaktert nem könnyű, de megér minden fáradtságot. I heard Kotal's voice call out to me. Follow your heart, Jade. So I let my heart lead. And it took me to an unexpected place. 2. Sonya Blade. Az OG női karakter Sonya Blade már a kezdetektől jelen van szinte majdnem az összes játékban. A különleges erők főhadnagyaként Sonya szigorú, kemény, de emellett eszméletlenül vagány is. Személyiségét tekintve nyílegyenes, utálja a mellébeszélést, ami nagyon jól harmonizál Johnny Cage-el és Jax-el, a rivalizálása Kano-val és a Black Dragon-szel pedig nagyon ikonikus. Harcosként neki kb. Szinte mindegy, hogy közelharcról van szó vagy sem, mert mindenre van válasza, a brutality-ei pedig eléggé rendesen tükrözik a katonai múltját. Ő volt az első női karakter a játékban, a mércét pedig nem kicsit állította fel a többi női harcosnak. 5. Mielőtt felfednénk az első helyzetet, íme néhány igazdíjas. Devorah. Creepy ez tény, de a lehető legjobb értelemben. Frost. Szimplán a női Sub-Zero-ként emlegetni őt egészen méltánytalan. Cetrion, egy istennő, akinek nem a szél hordta össze a hírnevét. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. 1. Kitana. Kitana a női harcosok etalonja, a trónjáról pedig senki nem tudta eddig letaszítani. A karakter a második játékban jelent meg először, azóta pedig alig volt olyan kiadás, amiben ne szerepelt volna. Valóságos rajongó tábor épült ki az évtizedek alatt, és mindig jó választás lehet main karakternek, még ha nem is mindig top tier. Ha!
A történet szempontjából is kiveszi a részét, hiszen fontos szerepet tölt be az univerzumban, leginkább a Shao Kahnnal való története és a Milénával való rögös kapcsolata miatt. A sztoria mindig hoz valami újat, a játékmenete páratlan, a stílusa pedig makulátlan, szóval tényleg minden megvan benne, hogy a legjobb női karakter ő legyen. I am Outworld's Khan. I will use ancient Edenian teachings to make myself a better sovereign. With them, I will fulfill my life's mission to better all of Outworld's people, including Edenia. Ti várjátok már az új Mortal Kombat játékot? A trailerek alapján eddig hogy tetszik? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!